Ismét városrészi egészségnapot szerveztek, ezúttal a II. Rákóczi Ferenc általános iskolában. Az egészségfejlesztési iroda ismét teljes palettát felvonultató szűrővizsgálatokkal készült az alkalomra, azaz kardiológiai vizsgálat, EKG, állapotfelmérés, bokakarindex meghatározás, csontsűrűségmérés, állapotfelmérés, testösszetételmérés, memóriateszt, valamint dietetikai tanácsadás is várta a székesfehérváriakat. Az eseményre a városrész önkormányzati képviselője is ellátogatott, aki úgy véli, egy kiváló kezdeményezés mellé állt be a város. Kovács Zsoltné örömét fejezte ki, hogy a városrészben is lehetőséget kaphattak a lakók a szűrővizsgálatokra, ezzel téve egy lépést az esetleges megbetegedések megelőzése felé. Ha az információm nem csalnak, akkor országos szinten mi vagyunk az egyedülőek, akik egy ilyen szuper kezdeményezés, ezt az egészségnapot létrehoztuk. Nagyon fontos, azt tudjuk, hogy egészségünk a legfontosabb, egy van belőle, és hogy lényeg az, hogy a prevenció jelleg, a megelőzés jelleg, nem győzzük hangsúlyozni, hogy milyen fontos, és nagyon örülök, hogy ezen a napon a lakók el tudnak jönni, és egy teljes ingyenes szolgáltatást kapnak. A programon nagyjából 110-en vettek részt. Keresztúri Lászlóné, a székesfehérvári egészségfejlesztési iroda szakmai vezetője hangsúlyozta, egészségünk védelme a legfontosabb, és az esetleges megbetegedéseket csak az ehhez hasonló tematikus szűrővizsgálatokkal lehet megelőzni. Ide a panasz és tünetmenteseket várjuk. Azért sokféle vizsgálatunk van, mindegyikből kiderülhet egy-egy olyan eltérés, vagy egy kezdődő elváltozás, amiről azt lehet mondani, hogy akkor most tudunk érte tenni, vagy ellene tenni életmódváltással, több mozgással, egy diétás tanácsadást, ha valaki végighallgat, akkor el tudja dönteni, hogy mit tud változtatni a táplálkozásán, az egész életmódján, hiszen a maga az életmód az több mint 40%-ban befolyásolja az egészségünket. A legközelebbi városrészi egészségnap májusban két helyszínen lesz, a Tóvárosban és a Palotavárosban. Ám az iroda dolgozói folyamatosan várják a jelentkezőket dietetikai tanácsadásra, szülésfelkészítő tanfolyamra, gyógytorna tanácsadásra, csoportos mentálhigiénés, illetve pszichológiai foglalkozásra.